szüleim, illetve az anyai nagymamám fogorvosnak szántak. Én az utolsó pillanatban meggondoltam magam, és én önhatalmulag a Gyógyszerészeti Egyetemnek a címét írtam be a felvételi lapokra. És én nem bántam meg. Az apai nagymamám, illetve az apai nagyapám is gyógyszerész volt. Nagymamám nagy példa volt számomra, mint gyógyszerész. És nagy szerepe volt abban, hogy arra bizonyos felvételi lapra én ezt a SOTE gyógyszerészkarát írtam be. Az első évfolyamon, amikor bementünk a növénytan előadásra, az akkori professzorunk, Dános Béla, aki a növénytan tanította, úgy kezdte az első előadás, hogy tisztelt kollégák, szeretettel üdvözlöm Önöket. És akkor én hátra néztem, hogy hát ez hogy most kinek szól? Hát mi vagyunk azok? Hát most érettségiztünk, hát hogy lennénk még a kollégái? Hát hol vagyunk mi még attól, hogy gyógyszerészek legyünk? De már ez a megelőlegezett bizalom, ez, hogy mi majd egyszer majd gyógyszerészek leszünk, és egymásnak kollégái leszünk, ez még a mai napig bennem emlék, és ez valami olyan dolog, ami tiszteletet, bizalmat ébresztett, és egy kis ösztönző, egy kis motivációként hatott akkor. Amikor az ember végzett, gyógyszerész, akkor hát elkezd állást keresni. És láttam, hogy Heves megyébe hirdetnek egy álláshelyet, és ez pont 60-ban van. És hát itt kezdtem el a gyógyszerészi pályámat, itt kezdtem el az alapokat megtanulni. A katonaság után megkeresett engem Halasi András, egy akkori intézeti gyógyszertárat vezető gyógyszerész, hogy ő egy nevezett magángyógyszertárat nyitott, és hogy oda keres gyógyszerészt. És én oda átmentem hozzá dolgozni, és ott kaptam meg a szakmámban azokat a finomításokat, azokat az apróságokat, ami igazán gyógyszerészé tett engem. Ott tanultam meg a betegközpontú gondolkodást. Halasi Andrásnál nem volt lehetetlen. Ő mindent beszerzett, nem volt fáradtság, ő volt az első, aki megérkezett a patikába, és ő volt az utolsó. Példakép volt, abszolút. De nem csak, hogy példakép, hanem olyan bizalmi viszonyt alakított ki a kollégáival, ahol az ember örömmel ment dolgozni. Utána egyszer csak jött a patika privatizáció, megjelentek azok a tender füzetek, amit aztán meg kellett vásárolni Egerbe, és az alapján kellett a pályázatokat beadni, és így sikerült megnyerni ennek a patikának a tulajdonát. Restján Balázs nagyon innovatív vezető, és azt gondolom, hogy nagyon sokat elárul a személyiségéről és a munka felfogásáról, hogy a dolgozók szeretik, hogyha bejön. A PG főnöknél szerintem nincs nagyobb elismerés, mint hogy a dolgozók várják. Nagyon jól vezeti a kollégákat, és nagyon jó példa a többieknek, hogy kell bánni. Igaz, ritkában van már a gyógyszertárban, mivel a politikai elfoglaltsága is vannak, ugye a városnak az alpolgármestere. Rájöttünk egy páran gyógyszerészek, amikor találkoztunk, hogy egyedül nem megy. És akkor néhány baráttal, néhány ismerőssel megalapítottuk ezt a Pharma Mater elnevezésű céget, ami tulajdonképpen egy ilyen beszerzési szövetség volt, és próbáltunk együtt különböző gyógyszertári ügyleteket lebonyolítani. Szerintem akkoriban nagy sikerrel. De a Pharma Mater egy nagyon jó cég, és ma is működik, csak megvannak a hátrányai, mégpedig az, hogy teljes embert kíván. És amikor én alpolgármester lettem, akkor be kellett látnom, és választanom kellett, hogy vállalom-e az alpolgármesterséget is, csinálom-e, vagy csak a patikának szentelem magam, és akkor egy olyan ügyes megoldás került elém, hogy ha én az Halma hálózatba lépek, akkor tulajdonképpen a munka javarészét elvégzi a hálózat, nekem csak az irányítással kell foglalkozni, így időt spórolok meg, és lesz időm arra, hogy hát a 60 város közfeladatait is el tudjam látni. Mielőtt 60 városában képviselőtestületi tag lettem volna,
Én a gyógyszerész kamarában dolgoztam. Heves megyei kamarában vállaltam először tisztséget, majd aztán rövid idő múlva Heves megyei kamara elnöke lettem, egész fiatalon, és utána pedig országos elnökségi tag. És egy olyan időszakban voltam a kamara vezetőségében, ami egy igen harcos időszak volt a gyógyszerészet számára. Tudtuk, hogy meg kell változni a törvénynek, de hogy ennyire, azt nem gondoltuk. Tudtuk, hogy a 94-ben meghozott törvény az nem elegendő, nem jó már. És ez a kamarai munka egy nagyon, nagyon heroikus küzdelem volt, egy igazi hőskor, de amikor ez a törvényjavaslat megszületett, illetve törvényjavaslatból törvény lett, akkor tulajdonképpen a munkánk sikertelenné vált, és hát eléggé letört hangulatba, de hát végsősorban úgy döntöttem, hogy nem folytatom a kamarai munkámat. 2009-ben innen 60-ból megkerestek, hogy egy képviselői körzetet kellene segíteni. Elfogadtam ezt a meghívást, és akkor 2010-ben bekerültem a képviselőtestületbe. 2010-ben talán az első törvények voltak azok, amit az országgyűlés meghozott, ami visszapróbálta rehabilitálni a gyógyszerészetet, és ezt megállította, ezt a patika liberalizációs törvénycsomagot. Igaz, hogy én csak az önkormányzati részben tudtam ehhez egy kis szeget hozzátenni, de én erre büszke voltam. És talán ez motiválta arra, hogy a 60-i képviselőtestület tagja legyen. A viszonyul azt a közepén látok, hogy többen bírálták. 2014-ben pedig alpolgármester lettem, azóta is ezt a tisztet töltöm be. Képviselőtestületben először az egészségügy volt az én preferált feladatom, majd aztán a civilekkel való kapcsolattartás, és hát így a rendezvények azok, amik az én hozzám tartoznak, de mindenképpen egy segítő munka, az önkormányzati munka is. Szerintem itt vonható a két szakma közé egy olyan párhuzam, hogy az önkormányzati képviselőség, ha úgy tetszik, az alpolgármesterség, és nagy empátiát, segítőkészséget és valami bizalmat igénylő feladat, és hasonlóképpen a gyógyszerészet is. Erre a városra vagyunk büszkék. Ő az az ember, aki, mikor elé kerül egy probléma, mindig az embert nézi. És valóban ő az emberi vonalat testesíti meg a városvezetésben. Your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Az első diszkót még általános iskolában csináltam, mint 8. osztályos tanuló, akkor mi voltunk az iskola rádió fölhatalmazott diákjai, az úgy egy ilyen mély nyomot hagyott bennem, aztán ez gimnáziumban folytatódott, legalább hát 10-15 évet kell visszafelé számolnom, amikor komolyra fordult ez a dolog. Ez nem csak arról szól, hogy az ember jön és fölrak egy zenét. Mert igen komoly fölkészülést igényel. Nem a technika és a hangerő, vagy éppen a fénytechnika a fontos, hanem az, hogy hogyan lehet egy csoport embernek a kedvét meghozni, és hogyan lehet őket úgy befolyásolni, hogy ők jó kedvel távozzanak haza. Tehát itt is, ebben a szakmában is számomra az a fontos, hogy jó viszonyt alakítsunk ki az előttünk állókkal, akik eljöttek erre a adott esetben szórakozó helyre, vagy bármilyen eseményre, és ez okozza a sikert. Ez okozza a sikert. Az összes többi az mind másodlagos. Mindenki tudja, hogy kicsoda Leszcsán Balázs, mindenki tudja, hogy milyen gyógyszertárat üzemeltet, mindenki tudja, hogy ott megfelelő segítséget kap. Tehát ez fogalom a városban. Kevés ilyen vállalkozás van, amely ilyen értékeket tudhat maga mögött, maga mellett. Kevés ilyen vállalkozás van, amely gyakorlatilag saját erőből, véres verejtékkel ki tudta magát így nőni, és mindezt úgy, hogy az emberi arcát, az emberi oldalát nem veszítette el. Azt gondolom, hogy a gyógyszerészet az kifejezetten a hosszú távú, tartós üzletekre épít. Az üzlet itt egy kicsit átvitt értelembe kell érteni. Üzlet és ügy. Az üzlet hiszen azért kell, mert hogy hát ebből finanszírozzuk az egészet, de ha csak üzletként fogjuk föl, akkor bizony félrecsúszhatunk. Nem elég ez az üzleti motiváció, hanem ennél sokkal több motiváció kell, mert pedig
az emberek segítése, a betegek, a páciensek, és hát a környezetünk, a dolgozók, hát az is egy, tehát ez a hármasság az, ami meghatározza az egészet. Szerintem, hogyha mindenkinek ilyen vezetője lenne, akkor mindenki szeretne dolgozni. Én ezt komolyan így gondolom, emberközpontú vezető. Tehát foglalkozik a kollégákkal, mindenkinek próbál segíteni, akár legyen egy hirtelen szabadnap, vagy bármi. Nem a profit és nem az a lényeg, hogy csak a patika menjen, hanem az, hogy aki itt dolgozik, az szeressen itt dolgozni. Amikor a lányom a pályai választás elé került, én azt tudtam neki javasolni, hogy írd be ugyanúgy. Én csak ebbe tudok neked segíteni, hiszen ezt ismerem, ebbe van tapasztalatom, és esetleg ebbe lehet a család jövője is. És amikor felvették az egyetemre, ez volt az első lépés, ami engem nagyon nagy örömmel töltötte, és utána amikor a diplomáját megkaptam. Ez volt a második, és a harmadik az, amikor az esküvőn megfoghattam a vejem kezét, aki szintén gyógyszerész, és így akkor szinte teljes a kép, és bízom benne, hogy az én példám, vagy az én nagyszüleim példái, őbenük is nyomot hagynak, és majd hasonlóképpen ápolgatják a szakmájukat. Én azt gondolom, hogy jó úton haladnak ebben. Mikor bejön a beteg, és hát gyakorlatilag egy egészségügyi segítséget kér bármilyen témában, legyen az egy egyszerű bagatell vitamin vásárlása, vagy éppen egy rákos daganatos beteg gyógykezelése, akkor elindul egy folyamat, és hogyha mi csak egy-egy alkalomra összpontosítunk, akkor az nagy baj, nekünk egy egész folyamatra kell itt gondolnunk. Meg kell tartani a betegeinket, jót kell tennünk, és akkor leszünk elégedettek.